Kaptam felkérést, hogy a fiatal sportolók figyelmét igyekezzek fölhívni arra, hogy miért nem helyén való a kicsapongó, rendszeres kicsapongó, bulizós életvitel, és ez hogyan befolyásolja hátrányos értelembe az ő sportolói teljesítményüket, karrierjüket. Hát én ezt úgy igyekszem megfogni az előadáson, hogy a pihenés regenerációs folyamatokat szeretném eléjük tárni komoly tényekkel, magyarázva, hogy miért őrült fontos ez az ő fejlődésük szempontjából. És hát nyilván a buli és az éjszakázás az ezt hátráltatja, és ilyen értelemben romló teljesítményre számíthatnak. Mennyire jellemző ez egyébként a fiatalok körében? Azt hiszem, hogy a komoly sportolók körében egyre kevésbé. Régen, a 70-es, 80-as években klasszikus legendák keringtek arról, hogy a sportolók milyen életvitelt élnek edzéseiken kívül. Én azt hiszem, hogy ma már egyre kevésbé jellemző az igazán sportot komolyan vevő sportolók esetében. Hát régen többet jártam, de már hosszabb kapcsolatom van, mert több mint egy évvel egy szok a barátnőm, azóta így tulajdonképpen egy évvel egyszer-kétszer. Milyen káros hatásai lehetnek szerinted, hogyha valaki húzamosabb ideig, mondjuk minden hétvégén elmegy buliba? Hát például, hogyha olyan is, arra is volt például, aki meccselőtt, az például nem tudja kipihenni magát, akkor hogyha isznak, meg például a cigifüst, bár mondjuk már nem lehet dohányozni a buli helyeken, úgyhogy ennyi. De ez egy nyugtás meg, annyira nem jellemző a csapattársaknál? Nem, semmiképpen. Azt gondolom, nem a focistainkra jellemző ez a életpálya, hanem magára a fiatalságra. Szeretnénk időbe fűzni a figyelmüket a srácoknak, hogyha egy-egy ilyen kicsapongás átmondott éjszaka, az mivel jár, több nap, míg a szervezet regenerálódik, akkor talán segítünk nekik abban, hogy amikor inog a létsz, akkor tudjanak jól és helyesen dönteni. Ilyenkor az edzők kollégák egyébként szankcionálnak? Hát ha kitudódik a buli, akkor nyilván szankcionálunk. Sajnos volt egy eset most a napokban, pont egy ilyen. A delikvens már nem tagja a PMFC családnak, úgyhogy őt elköszöntünk. És volt egy társ is ebben a akcióban. A másik fél pedig kapott egy súlyos büntetést egyelőre, aztán reméljük ez többi játékosnak is azért egy figyelemfelkeltő, hogy vannak következmények, nem csak egészségügyi és élettani hatásai vannak ennek, hanem életpályahatások is vannak annak, hogyha valaki bulizni jár. Akkor mesélj arról, hogy mi az, ami még belefér, meddig lehetnek fönt, esetleg mit tudom, egy-egy sört megihatnak, hogyha mondjuk elmúltak már 18 évesek, hogy néz ez ki? Hát azt gondolom, hogy egy 18 éves játékos egy-egy sört megihat, de nem arra kell fordulni az eszének, az agyának, hogy most egy-egy sört megígyó, hanem sportszeren éljen. Mindenki úgy gondolom tudnia kell mindenkinek, hogy mi fér bele, mennyit kell pihenni, hogy pihent legyen, friss legyen, munkára képes legyen, és ugye nálunk nem csak munka van, edzések vannak, hanem mellett iskola is, tehát nem csak a testnek, hanem a szellemnek is frissnek kell lennie. Szeretnék ezt segíteni ebbe. Azt gondolom, hogy a játékosnak nem feltétlen kell éjszakáznia, hanem időbe le kell feküdnie. Most valakinek ez 10 óra, valakinek 9, valakinek 11 óra, de ugye aki kollégisták, azoknak nem tudjuk megszabni azt, hogy most te neked ekkor másnak akkor van takarodó, hanem az egységes. Aki otthon lakik, ott meg szülőkre bízzuk a játékosokat, nem tudunk beleszólni az életükbe. Tanácsokat tudunk adni. Osvárt tanár úrnak én voltam hallgatója is, a TFM. Nagyon jó előadó egyrészt, másrészt én azt gondolom, rendkívül jó szakember. Remélem, hogy az előadása lesz annyira súlyos és fajsúlyos, sőt biztos vagyok benne, hogy a játékosok tudnak majd könnyebben dönteni.